Köszönöm szépen, Erika! Üdvözlök mindenkit San Franciscóból. Innen kiderül, hogy ez nem egy videóinstalláció, hanem tényleg élő kapcsolatban vagyunk. Köszönöm Attila felkérést. Attilával és képeivel a neten keresztül ismerkedtem meg, tehát tulajdonképpen nem meglepő, hogy a neten keresztül is tartjuk ezt a megnyitót. A bankingről, mint mailről nyilatkoztam valahol, és ezt olvasta. A blanking egy mém, azaz imitációval terjedő magatartás forma, és természetesen ezeknek a mémeknek a melegágya az internet, hiszen hol terjedhetnek jobban ezek a magatartások, mint az interneten. Amikor Attila az első blanking képét festette 97-ben, valószínűleg megérezte, hogy mi a zeitgeist, mi akkor a menő, hiszen akkoriban az első mémek ekkor jelentkeztek. Az internet szerint a legelső blanking mém az egy The Program nevű, amúgy amerikai fociról szóló filmnek az előzetesében volt látható, amikor azzal foglalkoztak némileg elítélendő módon a derékszereplők, hogy a záróvonalra feküdtek le az autót közepén egy ilyen blanking formában, és konkrétan már az előzeteseknek is lett halálos áldozata Amerikában. Így nem csak, hogy a filmből kivágták ezt a jelenetet, hanem betiltották az előzetest is, és állítólag az a mém járja, hogy még a kópiákat is elégették a filmből, tehát konkrétan nem is látható maga sehol ez a bizonyos jelenet. Egy Tom Green nevű, ahogy elég vicces komikus állítja, hogy 94-ben ő már megingelt egy évvel a film után, és egy állítólag erre egy videó is készült, de ezt én még nem találtam meg. Maga a blanking amúgy 2004-2005 körül futott fel, Ausztráliában blankingeltek sokan, Angliában és Franciaországban. Már a Facebookon egy olyan 1,1 millió like-ja van a blankingnek, tehát még mindig él a jelenség. Ugye miért jó a blanking? A blanking nekem azért tetszik főleg, mert szociális, hiszen legalább kettő darab ember szükséges hozzá, valaki, aki ugye blankinggel, és valaki, aki megfesti, vagy lefotózza, vagy szobrot készít belőle. Hát ilyen szempontból eleve ez nem egy magányos tevékenység, ez szerintem egy önmagában egy pozitív dolog. Nagyon fontos a blanking szempontjából, hogy hol történik, milyen utában, milyen kontextusban van lefotózva az illető, tehát tulajdonképpen egy kompozícióról beszélünk egy jó blanking kép esetében, és mondhatjuk innentől kezdve, hogy a blanking az egy művészet. Szerintem az egyik legfontosabb kérdése a blankingnek az, hogy mi helyett blankingen az illető. Ugye a kompozícióban ez is rögtön ki fog derülni, hogy az interneten, hogyha a blanking szót beírják, látnak majd helikopter szárnyon blankingelő katonákat, vagy mentőautók tetején blankingelő mentősöket, tehát a blanking az mindig valami helyett történik, van ennek egyfajta ilyen funkciója. Maga a blanking ugye az egyszerűség és az állandóságot jelenti meg az életünkben, ami hát önmagában két szuper dolog, amit mindannyian keresünk, egyfajta buddhista értékvilágot közvetít a rohanó világunkra, azt mondom, hogy egy ösztönös reakció a blanking. A politikai kitekintésben azt gondolnám, hogy a blanking nekem leginkább az Occupy mozgalomnak a szétoszát hozza, egyfajta általános kritikát jelent meg, de igazából megoldási javaslat nélkül. Tulajdonképpen a blanking egyfajta sztrájk, hogyha úgy tetszik, hiszen valami helyett blankingelnek ezek az emberek. Már 2001 márciusában tetőzött a blanking, de ma is, hogyha például a Twitteren rákeresnek, akkor a blanking szóra, a blanking keresése percenként azért 5-10 tweet megjelenik, tehát egy mindenképpen élő dologról van szó, hogyha mi tetszik, akkor ahogy mi most itt állunk, jelenleg is nagyon sokan blankingelnek szerte a világon, ez mindenképpen egy jó érzés. Az internetes mémekkel kapcsolatban a legfontosabb kérdés mindig az szokott lenni, hogy what's next?
Tehát, hogy mi a következő, mi fog történni a blanking után. A blanking tulajdonképpen mindig a blanking utáni kérdést is megjeleníti, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez egy érdemes lenne átnézni Attila életművét, lehet, hogy megtaláljuk ott a következő mémet, ami el fog terjedni a világ között. Nagyon jó szórakozást kívánok, és üdvözlök mindenkit Kaliforniában. Jó estét! Most akkor én ezen át a szót, már ezért megköszönjük ezeket a szakértő szavakat egyrésztől, másrésztől, hogy én szeretnék összesen három mondatot mondani itt a kedves egyrészteknek, alapvetően köszönjük, hogy már nincsen róla szó. Ez a kiállítás egyik jelentősebb része, az előzmények, azok az A38-as hajón tekintetőek meg még holnap és holnap után, ha valakit be akkorban érvegyen, akkor azt a kiállítás is megnézheti, és ilyen formán szeretném végezni megköszönni annak a csapatnak is, meg a lelkedik sorvali, vagy csapatának is, hogy ez a kiállítás így ebben formában létrejött. Nem akarok nevesíteni, de azért mégiscsak azt kell mondjam, hogy Veszényi János és Nagy Ferenc szobrász mesterek szakértő közreműködésre nélkül az itt látható szobor biztos, hogy nem jöttek volna létre a formában, nekik külön köszönöm, hogy ez létrejött, illetve Dimár Péter közvetlen mecenatúrának köszönhet volna, aki megelőlegezte és megfinanszírozta a szobornak a létrejöttet. Köszönöm. Köszönöm.